Február 15-e, ez a felsőoktatási felvételi jelentkezés határideje. A Dunaújvárosi Egyetem az alapszakok mellett osztatlan mester, illetve felsőoktatási szakképzési szakokra is várja az érdeklődőket. Hát nagyjából ugyanazokat a szakokat hirdetjük az idei évben is, tehát a következő tanévre, mint eddig, azok változatlanul lesznek. Ez azt jelenti, hogy műszaki képzési területen anyagmérnök, gépészmérnök, illetve műszaki menedzser, alapszak, van gépészmérnök mesterszakunk is. Akkor társadalomtudományi területen kommunikáció és médiatudomány alapszakot hirdetjük változatlanul. Itt annyival bővültünk, hogy indítunk egy új specializációt, rendezvényszervezés specializációt. Erre azt tapasztaltuk az elmúlt években a beiskolázási kampány meg a középiskolába tett látogatások során, hogy nagy igény lenne, úgyhogy ezt elindítjuk majd szeptembertől. Ezen kívül gazdálkodás és menedzsment szakot hirdetünk változatlanul, alapképzés formájában, informatikai képzéseink is indul, mérnök informatikus, illetve gazdaság informatikus szak, és műszaki szakoktató, illetve mérnök tanárszakot is indítunk, és hát változatlanul felsőoktatási szakképzési szakjainkkal is várjuk a jelentkezőket. Itt is informatika, mérnök informatika, gazdaság informatika, televíziós műsorkészítő, gazdálkodási felsőoktatási szak, és itt egy új szakot indítunk ugyancsak szeptembertől, a műszaki képzési területen műszaki felsőoktatási képzési szakot, úgyhogy erre is várjuk a jelentkezést. Hát így gyakorlatilag kettő pontszámot érdemes megjegyezni. Ha valaki alapképzésekre szeretne jelentkezni, akkor oda hangsúlyosan 280 pontra van szüksége. Ez a legtöbb szaknál az államilag támogatott képzésekre is igaz, a költségtérítéses képzésekre minden esetben. Van egy pár olyan szakunk, mint például a gazdálkodás és menedzsment szak, illetve a kommunikáció és médiatudomány szak, ahol az állami ösztöndíjas képzésekre magasabb a pontszám, ezt meg lehet nézni a felvételi tájékoztatóban, hogy mennyi, de ezt a 280 pontot érdemes megcélozni. És ezen kívül a felsőoktatási szakképzéseknél pedig 240 pontot kell elérni ahhoz, hogy valaki bejuthasson ezekre a képzésekre. Hát a mesterképzéseknél meg egy speciális a pontszámítás van, ott mindig az adott szaknál kell megnézni azt, hogy ha már valakinek van diplomája, akkor az mennyiben számít bele, illetve itt még van alkalmassági interjú is, amire sor kerül, úgyhogy ott azt érdemes megnézni a felvételi tájékoztatóban. Február 15-e, ami el is hangzott, az a felvételi jelentkezésnek a határideje. Tehát eddig még azért van közel egy hónapunk, addig lehet még gondolkodni, és akkor utána pedig ezt elektronikusan lehet leadni, megvan a felvi.hu-n a jelentkezésnek a menete, és hát utána még majd július 10-ig lehet egyszer módosítani adott esetben a sorrendet, meg beküldeni különböző dokumentumokat, vagy hiánypótlásokat eszközölni, és majd július 24-én fog kiderülni az, hogy ki kerül felvételre a felsőoktatásba. Itt azért még azt fontosnak tartanám kiemelni, hogy zajlik a tájékozódás a fiatalok körében, hogy milyen szakra meg hova érdemes jelentkezni. Múlt héten volt az edukáció kiállítás, ott az egyetem is részt vett, és várjuk még mi is szeretettel a nyílt napunkra, még lesz egy nyílt napunk január 26-án az érdeklődőket, ide azért érdemes eljönni, mert sok hasznos tanácsot, meg információt lehet hallani a felvételinek a folyamatáról. Mi folyamatosan igyekszünk fejleszteni a képzéseinket, egyrészt azzal, hogy új szakokat indítunk, illetve új specializációkat. Egy másik nagyon híres, vagy sikeres innovációnk, ez a hallgatói sikerességet támogató program, ezt 2013-14 körül indítottuk el, és most már egy országos projektén nőttek magát. Ennek az a lényege, hogy folyamatosan támogatjuk a hallgatóinkat abban, hogy sikeresen teljesítsék a tantárgyaikat, kurzusaikat, nyelvvizsgát tudjanak szerezni, erre is egy külön projektet indítottunk, illetve hogy ugye a tanulmányéknak a végén sikeresen le tudják az zárni záróvizsgával, illetve diplomával. És akkor ezen kívül a duális képzések is futnak az egyetemen, ez gyakorlatilag az összes olyan szakunkon fut már, amelyet lehetővé tesz a törvény, tehát a műszaki területen, gazdálkodási területen, informatikai területen. Itt is most már több mint 30 vállalati partnere van az egyetemnek, és a hallgatók létszáma már meghaladta az 50-et, akik ebbe a képzési formába tanulnak. De ezen kívül vannak nálunk kooperatív duális képzések, ami azt jelenti, hogy bejönnek vállalatok, és egy-egy fél év során vállalati tantárgyakat hirdetünk meg a hallgatóknak. Ez egyrészt nagyon jó a hallgatóinknak azért, mert kurrens témákban hallgathatnak szakembereket, másrészt nyilván a cégeknek is jó, mert megnézhetik azt, hogy kik a tehetséges hallgatók, és adott esetben szakmai gyakorlatra majd később állás ajánlattal is megkínálhatják őket.